Április 16-án Budapesten közös konferenciát rendezett a Magyar Önkormányzatok Szövetsége és a Magyar Újságírók Országos Szövetsége. Az előadásokon az önkormányzati kommunikáció gyakorlati kérdései kerültek szóba, mint például az alternatív nyilvánossághoz való viszonyulás, vagy a közösségi médiában való megjelenés lehetőségei. Tóth Károly, a MUOSZ elnöke előadásában szellemi párbajnak nevezte a jó interjút, és elmondta, hogyan lehet kezelni az agresszív, félreinformált, illetve prekoncepcióval érkező újságírókat. Nagy Gábor Miklós médiaszakértő a települések honlapjainak fontosságára hívta fel a figyelmet. Elmondta, hogy rossz gyakorlat moderálni a kellemetlen hozzászólásokat, mert ha más internetes fórumra mennek át a lakosok, akkor nem biztos, hogy időben tud korrekt választ adni a település vezetése a vádaskodásokra. Porcsin Zsolt, debreceni blogger, az alternatív nyilvánosság szerepét emelte ki, hiszen ha egy bloggert az önkormányzat partnernek tekint és ellát információkkal, akkor a blogba is tényszerű bejegyzések születhetnek. Merza Péter pszichológus a válsághelyzetek kommunikációjánál arra hívta fel a figyelmet, hogyha felkészületlen a riportalany, akkor a sajtó sokszor továbbrontja a válsághelyzetet a félinformációk közlésével. Szabó Krisztina, a Hegyvidéki Önkormányzat kommunikációs vezetője, számos sikeres kampányukról számolt be, mint például a Lépjünk, hogy ne lépjünk bele elnevezésű kutyapiszok elleni akcióról. Péterfi Csaba, Gödöllő kommunikációs igazgatója előadásában kiemelte, hogy a polgármesternek akkor is ki kell állni a nyilvánosság elé, amikor a kellemetlen eseményekről kell nyilatkozni, mert a polgárok jó, ha hiteles forrásból kapnak információt. Dr. Gémesi György, a MÖSZ elnöke kifejtette, hogy amíg a polgármester és a lakosság között egyre jobb a kommunikáció, az önkormányzatok és az állam között nem javul a párbeszéd. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége és a Magyar Újságírók Országos Szövetsége szeptembertől országos kommunikációs konzultációs sorozatot indít azoknak a polgármestereknek, akiknek nem áll rendelkezésükre külön kommunikációs szakember.